A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a parlagfűvel fertőzött táblák felderítése folyamatosan zajlik szerte a megyében. A parlagfűvel fertőzött területek régi felderítése is hamarosan megkezdődik, amelyet drónokkal, valamint augusztus hónapban helikoptert is bevetve végeznek a szakemberek annak érdekében, hogy minden parlagfűvel fertőzött terület feltárásra kerülhessen a megyében. Ezért fontos felhívni a gazdálkodók figyelmét, hogy ne mulasszák el a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket, illetve ne halasszák későre a használatukban lévő területek művelését. A betakarítást követően a kalászos tarlókon a gyomok, köztük a parlagfű nagy mértékű gyors fejlődése várható a csapadékos időjárás miatt. A határszemlék során a fertőzött tarló területek felderítése az első között szerepel. A közérdekű védekezés elrendelésének és az ezzel járó szankciók elkerülésének legjobb módja a tarlóhántás megfelelő minőségben történő elvégzése. A nem megfelelően gyomírtott kultúrákban, táblaszéleken, mesdjéken, önkormányzati utakon, ugaroltatott területeken, zárt kertekben és belterületi ingatlanokon is el kell végezni a kasszálást és a gyomírtást. Belterületeken az illetékes jegyzők kezdeményezhetnek eljárást, és rendelhetnek el kényszerkaszálást, amennyiben erre szükség van. A felderítés során a földhivatali mezőgazdász vagy az önkormányzat jegyzője a parlagfüves területeket beméri, jegyzőkönyvezi és lefotózza. Ezek a dokumentumok a későbbi eljárás lefolytatásához szükségesek. A felvételezés során a nem művelt, ugaroltatott parlagfüves területeket is rögzítik. A nem megfelelően gyomírtott kukorica, napraforgó dinnye és burgonya táblákban található foltokat, táblaszéleket is jegyzőkönyvezik. Az eljárás megindítását követően, jogszabálysértés esetén, a parlagfűves terület nagyságától függően 15 000 forinttól egészen 5 millió forintig terjedhet a növényvédelmi bírság, valamint az eljárás költségét is a földfelhasználónak vagy a tulajdonosnak kell megfizetni. A parlagfű mentesítés mindannyiunk közös ügye, ezért arra kéri az önkormányzat a földterületek tulajdonosait és használóit, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a parlagfűves területek felszámolására.